Sziasztok, én Szabó Sándor vagyok, és köszöntelek újra a csatornámon. Jó pár kérdést kaptam itt az elmúlt hónapok alatt, mióta töröltem a csatornámat. És hát ez egy rövid bejelentkezés nyilván, hogy előkészítsem azt az időszakot, amikor már valóban olyan tartalmakat fogok feltenni, amik az én nézőimet érdeklik. És hát jó látni, hogy most már több mint 1000 feliratkozón van ismét. És hát akkor vágjunk bele abba, hogy mi történt velem az elmúlt hónapokban, figyelj! Ez egy kicsit hosszadalmas, úgyhogy egyszer fogom elmondani most ebben a videóban, és többet nem foglalkozok vele, hiszen én mindig előre tekintek, nem pedig hátrafelé. És hát alapvetően én 2018-ban kezdtem el videózni, előtte magánnyomozóként, meg ilyen tévés szakértőként dolgoztam, és amikor már ilyen 10-20 ezer feliratkozóm volt, de inkább 10 000, akkor abba hagytam a tévézést, és a nyomozást is pihentettem, mert úgy gondoltam, hogy hát én inkább tartalmakat gyártok, mert tök jó érzés volt, úgy gondoltam, hogy ki tudom fejezni magam a videókban, akár képileg, akár egyébként a témát illetően is. És hát működött is a dolog, tök jó volt. Aztán beléptem egy politikai pártba, utána úgy alakult, hogy kiléptem, aztán megint beléptem, de hát sajnos úgy alakult, hogy én ismét kiléptem, és nem fogok belépni többet semmilyen politikai pártba, úgyhogy ezt a részét ezzel le is zárnám, normális körülmények között váltunk el egymástól, és ennek oka az is, ami a jelenlegi helyzetem, illetve az egyik sarkalatos oka, ami nem más, mint hogy én februárban közzétettem egy szavazást, hogy tanuljak-e valamilyen szakmát még a képesítéseim mellé, és megszavaztátok nekem a Közszolgálati Egyetem kriminalisztika mesterszakát. Én meg jó fej vagyok, és jelentkeztem, és hát fel is vettek, és hát a szakmai dolgokat kellett igazolnom, úgyhogy a pártól is kaptam igazolást, tök kedvesek voltak, támogattak meg minden, de amikor ugye felvettek ebbe az iskolába, akkor a politika az már annyira nem volt szerencsés a tanulmányaim szempontjából, és hát mivel a pártnak nem volt lehetősége arra, hogy a párt és a köztem való kapcsolatot jobban elmélyítse, egyfajta állandó szakértői titulusban, vagy gyakornoki titulusban, vagy bármiben, így nekem, mivel ez egy mesterképzés, az iskolával kellett szerződést kötnöm. De hát nyilván nem fogtak a fejemhez semmit, hogy írd alá, hanem azok közül a lehetőségek közül, amik nekem adottak, azok közül az iskolának a szerződése volt a legkedvezőbb, úgyhogy én szeptembertől megkezdtem a tanulmányaimat a Közszolgálati Egyetem kriminalisztika mesterszakán, akkor én kriminalista leszek. Érted? A polgári szakirányon végzett kriminalisztikai szakemberek az általános rendészeti szervek speciális nyomozati tevékenységéhez nem kötött tudnivalók keretein túl a mélyebb büntetőeljárásjogi és büntetőanyagi jogi ismeretek átadása révén olyan szakmai szintetizáló képességgel, bizonyításelméleti tudással rendelkeznek, ami lehetővé teszi a jövő bűnügyi tendenciáinak felismerését és operatív stratégiák kidolgozását. Az egyéni motivációm pedig, hogy Dexternek, a Dexter című filmsorozatból nem lehet magasabb végzettsége, mint nekem. Tehát nekem is kell egy olyan végzettség. Egyébként ajánlom a filmet, ő egy ilyen törvényszéki szakértőként dolgozik, hát mellette meg gyilkos is. És hát nyilván én nem leszek törvényszéki szakértő Magyarországon meggyilkos se, ettől nem kell félnem, hogy a jelenlegi érában nekem bármiféle végzettségeimhez méltó szerepem lesz. Nagyon jó nekem ez a tévés szakértői dolog, de maga a végzettség az motivált, hogy én is kriminalista legyek. És tök jót választottatok, kösz. Úgyhogy a politizálást befejeztem még a nyáron, és jelenleg tanulok. Nos, én megpróbálkoztam azzal, hogy
megnézzem azt, hogy nekem mondjuk a rendőrségen belül, ugye, hogy közszolgálati egyetem meg minden, a rendőrségen belül milyen lehetőségeim vannak. Hát figyelj, én gondoltam, hogy nem fognak pezsgő pukkanások közepette felhívni, de beadtam az önéletrajzomat, és alapvetően, hát egyelőre még csak szóbeli tájékoztatást kaptam, hogy alkalmaznának. Nos, az én végzettségem az nem feltétlen egyedi, és jó páran vannak, akik rendelkeznek hasonló végzettségekkel, akár részben, akár egészben, olyannal, mint az enyém. De ezek a végzettségek már feljogosítanák az embert egy rendőri felsővezetői beosztásra. Nos, hát gondoltam azt, hogy 20 év után én nem egy rendőri vezetői beosztást fogok kapni, úgyhogy kinéztem itt a környékünkön egy ilyen nagyon pici rendőrkapitányságot, és akkor oda fogadtak volna nyomozónak. Azonban hát jött egy olyan utasítás, hogy én nem lehetek nyomozó, hanem engem a végzettségeim és a munkásságom alapján leginkább Kelebia vagy Kelébia határátkelő helyen látnának őrmesteri rendfokozatban, mint útlevélkezelőt. Úgyhogy megtisztelő egyébként az, hogy számítanának rám, de hát nyilván ezt a beosztást nem fogom elfogadni. Hogyha 20 pár éves lennék, elfogadnám, de azért 44 évesen nem érzem azt, hogy nekem a családomtól távol egy erdőben kellene a migránsoktól útlevelet kérnem, és nem magával a munkával van problémám, hanem azzal, hogy hát nyilván ez egy olyan ajánlat, hogy az ember ne fogadja el, vagy pedig csak akkor fogadja el, hogyha nagyon rá van kényszerülve, de megtisztelőnek érzem azt, hogy számolnának velem, még ha ebben a formában is, én ezért abszolút hálás vagyok, viszont azt be kell látni, hogy Magyarország egyik legjegyzettebb, nem tudom, hogy mondjam, rendőrségi szakértőjeként, ugye a média területén, azért nekem vannak lehetőségeim, illetve hát a magánnyomozás területén is úgy gondolom, hogy van még bőven keresnivalom. Egyébként nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert egyeztettem több televíziónak a főszerkesztőjével, vagy különböző tévés csatornák híradóinak a főszerkesztőivel, vagy akár hírigazgatójával, és hát szeretettel várnak. Úgyhogy itt az elmúlt időszak az nekem erről szólt, hogy különböző olyan lehetőségeket kell mérlegelnem, illetve le kell tesztelnem bizonyos, hát általam lehetőségnek gondolt dolgokat, ilyen például a rendőrség, ilyen volt, hogy ez működne-e, mert nem akartam azt, hogy ugye itt a munkásságom nagyjából utolsó harmadában én később majd azon gondolkodjak, hogy úristen, mi lett volna, ha akkor jelentkezek a rendőrséghez? Hát semmi, öreg, hát útlevélkezelő lettél volna Kelébián. Csak nekem ezt tudnom kellett, de még egyszer mondom, nincs ezzel baj, és minden tiszteletem azoké az embereké, akik számunkra ezt a fajta biztonságot megadják ott a határnál, és hát ezt nagyon szépen köszönöm. Viszont nekem meg kellett erről győződnem. Illetve nyár végén lett volna még egy nagyon jó lehetőségem, ami tetszett volna nagyon, ami a Magyar Önvédelmi Mozgalomnál egy saját műsor, egy ilyen beszélgetős műsor, ahol embereket hívtam volna meg adott témában, viszont hát ugye ezt az iskola szempontjából nem tartottuk szerencsésnek, úgyhogy sajnos ez a projekt nem valósult meg. Tehát mi lesz most, érted? Hát tulajdonképpen az lesz, ami egész életemben nekem egy jó alternatíva volt, vagy egy jó fő irányvonal.
és amiben viszonylag sikeres lettem, de már nem olyan nagy üzemmódba fogom ezt csinálni, mint régen. A magánnyomozás lesz a tévés szereplés, csinálom az iskolát és a videózást. Lehet, hogy ti ennek örültök, hogy újra lesznek tartalmak. Valamennyivel másabb lesz, mert mivel ugye az iskolába járok, így azért vannak olyan kritériumok, amiknek meg kell felelnem, mert valamilyen szinten azt az intézményt is képviselem, de alapvetően megcsinálok egy hónapba egy vagy két ügyet, bőven elég számomra, eljárok a televíziós felkérésekre, vagy műsorokba, csinálok videót, és hát eleget teszek az iskolai kötelezettségeimnek. Emellett még, hogy itt a karrieremmel sakkozgattam, illetve a jövőmet próbáltam valamilyen szempontból sínre tenni, a házon is hatalmas munkálatokat végeztem, lett egy tök fasz a műhelyem, szerintem meg is mutatom. Nem azért, hogy büszkélkedjek, hanem mert én csináltam. De még nincsen teljesen kész. Hát ezzel szívtam a legtöbbet, és nem volt egyszerű. De szerintem amúgy tök jól néz ki. Még nincsen teljesen meg, még nincsen teljesen kész, de nekem nagyon tetszik ez a fa burkolat, és borzasztóan örülök, hogy hosszú idő után végre ezek a szerszámok nem hánykolódnak, hanem szépen, normálisan el van minden rendezve. A csatornámmal pedig az lett, hogy miután megcsináltam az alezredeses videót, a YouTube-nak a már feltöltött tartalmaim elkezdtek szemet szúrni, és mindenféle hülye indokok alapján elkezdett engem presszionálni, és hát körülbelül 70 videómat letöröltem, és úgy tette mindezt a YouTube, hogy amikor én ezeket a videókat feltöltöttem, akkor engedélyezte. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy kezdek egy új csatornát egy tiszta lappal, hát nem szívesen töröltem ki a közel 30 ezeres feliratkozó számú csatornámat, de hát ez van, vannak ilyen dolgok az életben néha. Ez a videó ennyi lett volna, írjátok meg a véleményeiteket, meg a jó kívánságaitokat, meg hogy hogy örültek annak, hogy újra lesznek tartalmak. Köszönöm szépen, és jó hétvégét mindenkinek! Az egész életedet tisztán látod magad előtt, ha úgy érzed, már mindent tudsz saját magadról, és nem lesz több kérdésed sem. Jó ember vagyok, aki rossz dolgokat művel. Vagy rossz ember, aki helyesen cselekszik. Ha túl sokáig állarcot viselsz, ezt elég nehéz külön választani. A nevem Dexter, és embereket ölök. Rossz embereket. Embereket, akik megérdemlik. De mindenki, aki tud róla, már halott. A legtöbben azt gondolják, én egy rendes srác vagyok. Tökéletes pasi, gondos testvér. Mert az emberek azt látják, amit látni akarnak. De senki sem tudja, hogy mi vagyok valójában. Hős vagyok azáltal, amit teszek, vagy a hősök csak megihlet.